A Carnival Night Zone-ig jutottunk el, és ott, amikor már meghallottam, hogy ez is változott a Sonic 3-ban, azt mondtam, hogy jó, tartok egy szünetet, mert itt vagyok újult erővel, úgyhogy menjünk és teljesítsük. Egy dolgot szeretnék kérni, hogy az Ice Cap az remélem megmaradt eredeti formájában, mert ha nem, akkor én nem tudom, mit csinálok. Az Ice Cap az a legjobb, szerintem az a legjobb zene a Sonic játékokban, meg ebbe a játékban, meg mindenbe, úgyhogy azt nagyon szeretném, hogy az megmaradjon úgy, ahogy volt, de hát ezek után én már aggódok. Viszont nincs messze az sem, itt van nekünk két gyönyörűséges pálya, és egy új dal, amit meg kell nekünk szokni, meg kell vele barátkozni. Ja, itt nem is így, hanem ott az a fölfelé kell, aztán vagy itt mehetünk, jó, gyorsan, úgy bizony, hopp, várjál. Ott az ellenfél, nekem nem tetszik. Adjál csak nekem még egy... Adj csak nekem még egy gyűrűt. Jó. Mondom, hoppá, lassan. Vigyázz, ott lövöld az egyet. Mit lövöld ez a kis komán? Figyeld! Tűp neki! Na jó, gyerünk Super Sonic, mutasd meg, mit tudsz, és haladjunk úgy szépen. Mert amikor melyen bubis van, az is jó, jöhet felőlem, menjünk úgyni. Gyűjtsük közbe a gyűrűket, hogy nehogy megálljunk ebben a gyors előrehaladásban. Checkpoint, és aztán figyeld, hogy megyünk. Nagyon komoly, nem erre dobták, balra dobták ki. Pont nem arra kellett volna? Vagy jó lesz az? Ja, de jó, okés. Jó van, az nincsen itt gond ebből se. Haladunk, és akkor teljesítjük. Most kiugrás, így bizony, és akkor ezzel 70, na az nem semmi, itt akkor, a teljes fordulatnál, wow, nézd csak, hogy megvan a nő, na jó, mondjuk ez jó változtatás, mert én úgy emlékszem, hogy nem volt meg teljes körbe Super Sonic, amikor még az eredeti Sonic 3-ból volt, ha jól emlékszem. Tehát ott úgy nem volt ilyen szép nagy hajzattal így megáldva, úgy emlékszem. Na mindegy, itt kell még egy gyorsabb bosszot legyőznünk, aki éppen csípi le, alólunk majd, hogyha kilövi, akkor támadja ezt a platformot, ami ott van nekünk, de hát mi majd gyorsabban legyőzzük őt, ugyanis itt vagyunk és támadjuk, de talán ezt kellene igazából visszaküldeni rá, ezt a mozgó platformot, de az visszamegy magától, tehát nekünk igazából csak úgy túl kell élni ezt az akciódús kis liftezést lefelé. Hát megtartottam akkor így a buborék shieldet, de akkor az első pálya az ezzel ért véget. Oké, innen folytatjuk, akkor bubi shieldel mehetünk, de csak szép hore. Mi ez? Megint valami más zene, vagy valami furcsaságok, hát nem tudom, de valahogy hát karniválos, vagy minek nevezzem én ezt a zenét, én nem tudom. Én azt viszont tudom, hogy ebbe a pályában van az, amikor... nem volt ott meg. Na várjunk, akkor most gyorsabban kellene. Föl. Gyerünk, küldjél fent, ez így nem fog menni. Erre felugorni, le fog járni az ide... Ja, jó, itt még pont jó. Tehát ezen a pályán van az, amikor a hordókon fölmenni nem volt egyszerű, sokak megakadtak ott. Én is megakadtam ott, amikor először játszottam, akkor megakadtam, nem tudtam, hogy merre kell ott fentebb ugorni. De most hadd vegyem már fel azt a sebezhetetlenséget. Hadd tovább egy kicsit. Jó, így most már haladhatunk. Bum, gyorsan. Úgy tovább, ezzel le és föl. Télsz, ne roncsd el a ritmikáját, jó? A ritmust ne roncsuk el. Jó. Itt egy kilövés helyett előtte még egy 10-es kérek. És utána majd én felugrom. Majdnem sikerült, csak hát lelököd. Wow! Én mit csinálok? Vigyázz, jó, visszafel. Mert látod, itt a játék erre tanít téged, hogy használd ki ezt a ritmusos felkerülést egy platformról. És akkor ezt várta a játékos később is a hordónál. Na mindjárt. De ott mindig úgy lesz, mindig
ott akkor hova leüljem ki Sonicot, hogyha ott mindig abba a pozícióba? Na várjál, ide jobbra, így. Hát egyszerűen mindig ott van akadályként valami. Ja, nem, csak sikerült. Ez a lényeg, pattogjunk egyet fentebb. Jó, köszi. És akkor valamerre, vagy még nem, még lehet nem. De egy ellenfél lesz még ott. Pont bele, hát akkor ebből Super Sonic nem hiszem, nem biztos, hogy lesz, maradjunk annyiba. Ez egy előre haladás. És utána, hopp. Jó. Már itt is lehet, alkalmazni ezt, hogy így le és föl, és akkor úgy felküld minket. De igazából van mód arra, hogy a le és a föl gombokat nyomogat. Vagy nincsen? Mert az eredetiben úgy volt, hogy le és föl. Tehát az irány. Most meg csak ezzel lehet, hogy így ugrálom. Na nekem jó az is, csak én emlékszem, hogy annál úgy kellett, és ezt megjegyeztem, de mindjárt meglátjuk, odáig teljesen fel tudjuk úgy pattintani Sonicot, meg Tails, ha nem szólna bele. Hát de nézzük be, úgy, hopp, együtt, le, Tails sem, ez így nem lesz, nem leszünk így jóba. Egyszerre mozog, Tails, álljál oda ki, állj meg ott, ül. jól van, a lefele és a fölfele működik, úgy bizony, nézd meg milyen szép, mekkora magaslatokat elérhetünk, ezt már szeretem, ja azt hittem oda be lehet jutni, ezt már szeretem, jó, viszont az összenyomásokat azt ott nem szeretem, jöjjünk oda föl, 36 gyűrűvel egész jól állok szerintem. Oké, következő 4-es, 43, és ide jövünk fel, ugyanis itt van még szépen 73, ami egészen magabiztossággal tölt el, az ad nekünk eleget, hogy haladjunk, nyomuljunk előre, és akkor Knuckles figurám ott nevet, megnyomja azt a gombot, és akkor csendesség, furcsaság, lekapcsolta az áramot, most már akkor, hát ezek után nekünk vissza kell kapcsolni, úgyhogy indulás és nyomjuk neki, azaz mehetünk, szerintem oda föl is bír ugorni, jó, még egyel tovább, ott most hiába vannak ott ellenfelek, ezzel egy kilövést szerettem volna, de ha nem, az sem gond, pattogjunk, törjük összet, úgy villog, mint a Hypersonic lenne, az igen, az nem semmi. Minek ilyen színű ez a víz alatti Sonic? Víz alatti Super Sonic ilyen zöldes vagy milyen? Hát jó, nekem jó az is, nekem igazából mindegy a színe. Csak meglepődtem egy kicsit, hogy nem erre számítottam. Jó, várjál, ott le tudunk menni. Ott lentebb, hát akkor megyek, visszafellök. Jó. Oké, most tovább. Aha, ott lesz még három, és ezzel megyünk újra tovább, felugrunk, átugrunk, gyorsan haladunk, ezt szeretem én, úgy bizony, püf, az ellenfél, hogy vagy te? Nagyon védekező állapotban volt, meg se lehetett sebezni. Na, hol a bekapcsoló, várjunk csak, oda, föl, hát, most már mindegy. Itt az egy összenyomós, jó, azt hiszem nagyjából itt jártam, úgyhogy most nem kellene ugyanazt a hibát elkövetni, maradok itt. És akkor, várjál csak ez hova lő ki engem? Azt a... de nem ért, mert nem... Jó, menjünk akkor inkább innen. Na, az biztos, ne szórakozzunk vele, hanem lépjünk föl. Így 44, és oda szeretnék, ez az, mert itt van, és akkor így van több is, bőven azért több is van, mint 50. Na, itt azt elnéztem, visszainduljunk el fölfele. Na várjál, akkor egy bepörgés után, most kilövés, és most még egy, nem volt elég gyors, akkor innen pörgéssel, hopp, így bizony, visszakapcsoljuk az áramot, és ezzel újra szépséges a kaszinó, így bizony, most már csak végig kell szaladni, itt van nekünk az ikonikus, amikor nem tudunk sem erre sem menni, csak ezt a hordót lehet használni ahhoz, hogy túljussunk, így bizony,
úgyhogy szépen ide le, aztán oldalra kiugrunk. Ja, meg vagyunk, és mehetünk is. Folytathatjuk a pálya befejezését, itt, ha leengedünk. Ez az. Jéééé, na gyerünk, még a bossig eljutok gyorsan, és akkor már hát itt csak idáig először, utána meg tovább. 18, hát nagyon jár lefelé, itt van 3. Húha, hát ez nem hiszem, hogy úgy jön meg, lesz még 14, föl teljesen idáig. Ó, az a másik oldalt volt tényleg. Azt elnéztem, a nagy gyűrű ott volt, a special ring, az adott volna 50-et. Semmi gond, legyezzük akkor segítség nélkül, itt van nekünk akkor az a bizonyos boss, 17, 16, hát itt még jó hosszú, amíg eljutunk odáig, nem is látszik Sonic, hogy merre van, hát itt már lejár, úgyhogy nulla gyűrűvel harcoljunk. Hú, na lássuk akkor győzzük le úgy. Na nézem, azt hiszem ez az, amikor leküldi azt a bombát, és ja, be akar szippantózni minket, igaz? Azt hiszem így. De ilyenkor azok a zöld kis gombok vagy gömbök is sebeznek minket, nem? Meg akkor is, hogyha nincs ebbe az állapotba. Most lehet sebezni így fentről. Látod, hogy az a zöld gömb is támad? Tehát vigyázni kell azokkal az alkatrészekkel is. Így, hát elég lassan lehet, akkor valahogy ott lehet sebezni még egyébként. Tehát ott úgy talán középen. De hát nehéz. Inkább talán így fel lehet áldozni a gyűrűt, és akkor utána bevinni egy sebzést, de egyébként annyi. Itt amikor jön lefelé, tehát ott ugye a kettő zöld közé ott úgy be lehet esetleg úgy támadni egyet. Télsz az meg is tette nekem, úgyhogy köszönöm szépen neki, és akkor így hagyjuk el a karnivált. Na és akkor most megyünk tovább, erre vagyok én kíváncsi. Kilövés és a megérkezés. Ajajaj, hallgassunk ide. Nagyjából még oké. Nézzük, amikor megérkezünk a snowboardra, akkor hova vált át a zeneme, akkor jön még egy jó része. Na, váltás lesz-e a zenébe? Semmi? Jobb. Jobb, mint az előző karnivál, de nem jobb, mint az eredeti. Tehát az eredetinél nem jobb. Hát, eredetinél nem sok minden lehet jobb, de hát azért nem igaz, nem lehetett megoldani sehogy se. Mert előtte Steamen az eredeti játékok fenn voltak az eredeti zenével. Tehát nem igaz, nem lehetett megoldani, hogy ahol pénz van, ott minden van. Hát valahogy, hát ezt nem hiszem el. Hát vagy lehet, nem akartak annyi pénzt kiáldozni rá, ne maradjunk ennyibe. Maradjunk akkor ennyiben lehet, hát figyelj. Én azt mondom, hogy még szerencse, hogy hát én még abban a korban éltem, vagy nem tudom, hogy abban a korban éltem, de hogy én meg tudtam vásárolni Steamen a klasszikusokat, úgy ahogy vannak abban a kollekció, vagy hogy is valami Sega azon belül volt, és akkor Sonic. Megvettem a Sonic játékokat, úgyhogy itt is toljuk neki ezerrel a Super Sonicot, akkor így mehetünk nyugodtan. Legalább ez a zene valamilyen szinten ismerős. Ebben is van újdonság, változtatás, de legalább azért itt az a... Várj, itt le kell a... be az irányba írni, ezzel törjük át. Óvatosan toljuk neki. Na de inkább azt szerezzük meg. Így lesz a kedvencem, amikor szippantjuk befelé. Azt szeretem nagyon, amikor így haladunk. Amikor az elektromos pajzs megvan. De király úgy. Akkor jöhet nálunk, jön ide az összes gyűrű. És akkor mindenképp meg tudjuk tartani ezt a bizonyos Super Sonicot. Jó. És akkor itt ki. Ez az. Ja, még egy csúszás. Itt kell a... ja nem. Az lehet az Ice Cap 2-esen van. Ja nem, az felmegy a felszínre. Várja akkor. Lehet majd mindjárt lesz az, hogy meg kell tolni egy kicsit a... Ja, itt lesz. Itt van, hogy kicsit megindítjuk.
utána állunk rá, és akkor nézzünk, meg kapaszkodunk. Télsz! Kapaszkodj! Kapaszkodj, Télsz! Le ne esél nekem! Merre megyünk? Fordulj arra, amerre kell! Jó! És akkor itt lesznek még olyan platformok, azok a kilövések, hogy... Melyik el, amikor így víz fölfelé, de így le akar lökni, jaja, az a rugó, ez a rugó nem lök mondjuk le, ez sem, de valamelyik meg úgy lelök, ami úgy kellemetlen. Ilyenkor így érdemes bepörögni, aztán mehetünk fel. Látod ezt, ha kilövöm magam, akkor úgy püf, oda, ho, szépen, azért így, ni, aztán, na, eddig hozott, semmi gond, addig hozott, ameddig hozott, mi menjük. És harcoljunk, küzdjünk, na gyerünk, itt jön, ma megint a kamerám, hát na, kitakar sok minden, de ez nem egy olyan nagy boss, amit úgy, hát nagyon úgy be kellene mutatni, én úgy gondolom, úgyhogy menjünk, és kész is vagy. Habár ez csak az első pálya volt, úgyhogy jöhet a második, és az Ice Cap-nek ez is a szépsége, hogy itt még úgy is lesz, hogy majd felmegyünk a felszínre. Tehát látod, itt fent vagyunk, tehát itt dupláz. Ez az Ice Cap, ez nagyon-nagyon jó. Ez oda tette magát zenébe, kialakításba, snowboardozásra kezdünk. Legjobb. Ez nem kérdés, ez a legjobb. A legjobb zóna, én úgy gondolom. Pedig azért... Elnézést. Pedig azért sokszor van úgy, hogy... A játék első zónája, vagy első pályája az, ami olyan, ami úgy megragad bennem, de itt az Ice Cap, és nem csak azért, mert hogy úgy, itt tudom, itt le lehet esni, és akkor az végzetes az a leesés. Tehát itt az Ice Cap nem csak így a jeges helyszín miatt, vagy ilyesmi, hanem tényleg oda tették magukat. Nagyon jó. Na még egyszer, akkor föl kilövés. Várj, hogy is kell? Ez az ugrálós, vagy a... Ja, ez az ugráló. Még egyszer. Kettő. Na, szórakozzak! Gyerünk! Még egy. Ruk! Ez az. Csak az irányítás, hát tudod milyen szuper Sonic. Szuperül halad. Jó. Kész. Ezzel... Ja, még egyet föl? Várj, vagy itt. Baj, ha leesek ott? Nézzük. Jó. Ja igen, így még egyszer, és akkor ez már vezet a befejezéshez, azt hiszem. Checkpoint. Még egy föl. Így kell összeszedni minden. Aha. Ezt már is felejtettem. Hát, ez nagyon jó. Hanem nem az, hogy elfelejtettem mindent, hanem alapból, hogy ilyen király az Ice Cap. Van bőven 140. gyűrűből, úgyhogy jöhet az egyszerű támadás. Itt pöfékelne nekünk. Na mi van Eggman? Hát ez nagyon jó, Ice Cap, kedvencem. Na, akkor mehetünk innen, és akkor a launch base-t is megváltoztatták, ugye? Az is, hát nem igaz. Minden zenét hát mondjuk... Mondjuk hát számíthattam volna rá, amúgy számíthattam volna rá. Ajaj, na jó, hát akkor szokjuk meg, vagy szökjünk meg, hát én azt mondom, toljuk végig 100%-os, és platina trófea az Origins-ben megszerezzük, aztán mindent feloldunk, amit lehet, még azon túl, hogy a platina trófea meg lesz, aztán utána megyünk vissza a megszokottra, én a mondó vagyok. Ups, úgy. Megszokott Sonic 2 Absolute, Sonic 1 Forever, Sonic 3 R. Azok. És szerintem, hát a Sonic 3 esetében nem csak a zenék miatt, mert ott azért voltak még gondok. Ez hogy is van ez a... Na, az mi volt, komá, lőjél még kettő. Hát hello, kám! Ezt pedig le lehet egy győzni, ne? Vagy én felejtettem el, hogy kell játszani már megint? Nem hiszem el. Minden... De én vagyok furcsa játékos a Sonic 3-nak, vagy... Vagy egyszerűen változtattak dolgokon. Mert ez a többedik olyan dolog, hogy most ez így volt ez a pálya, vagy rosszul emlékszem rá. Tehát ilyen nincsen. Ennyi minden. Én úgy emlékszem, azokat le lehetett győzni.
azokat a katica, vagy mi van ott a falon. Ez a ját. Jó, hogy ugorjunk fel a maradékért. Ájj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 
így megvan akkor az 50, kapaszkodjunk erre, végig visz, hopp, és akkor innen mehetünk. Úgy, ez az, csak szépen, kis a kiütés, én gyorsan, de itt vissza mondjuk van még egy 10-es, azt meg úgy megszerezzük, oda föl, ha bár ide lent még azt hiszem, így jó, a 105-öt érik csak el, úgy, gyűrű formába, azaz, hopp, egy ki gyorsító, azaz, hát menj, jó az itt lent is, csak akkor fent maradjunk, jó, felvisz. És aztán, jaj, itt kell nekülsze, hogy várj, az a launch base... Nem csak... Kapaszkodj meg ide. Nem tudom már, hogy van. Jaj, ez szokott összenyomni. Ez olyan szépen összenyom. Rossz irányt nyomtam. Itt erre kell a kilövés. Úgyni. Na nézzük meg, Super Sonic. Ezt pedig le lehet győzni. Én már komolyan azon gondolkozok, hogy normális vagyok, vagy nem vagyok normális a Sonic 3-ban, hogy így elfelejtettem, vagy mi van. Egyszerűen nem tudok semmit most már. Újra kell tanulni az egész játékot, hogy most merre van. Jó, egy kiindulás. Ezt is erőszeretettel oda szoktak zárni itt is. Jó, hoppá, úgy. A kapaszkodója. Na mindegy, megyek most már itt. De... Ott volt pedig... Ezt elkérjük. Jó, és akkor így megyünk. Most már menjünk így erre. Jó, az így is, tehát megoldható. Ez a jó a Sonicban, hogy sokféleképpen el lehet jutni azért a pálya befejezéséig. De hát azért... Vannak gyorsabbak, meg ha vannak ilyen megtanult, vagy hát így megszokott útvonalak, akkor mindig zavar, hogyha nem sikerül. Knuckles, egy bomba! BOOM! Egy robbanás. Super Sonic, az csak ott néz. Utána pedig, nyomás utána. Gyerünk, dobott itt nekünk pár érmét, tehát azzal sokat nem tudunk kezdeni. Viszont amivel tudunk kezdeni, az az, hogy itt bemegyek a bónuszba, de a bónusszal én nem kezdek semmit. Habár mondjuk, ha ez a bónusz, akkor ezzel kezdhetek valamit mondjuk. Mondjuk bepattanhatok még egyszer, vagy hagyjuk az egészet. Tehát igazából a checkpointnál a Super Sonicot ott ugye el lehet tárolni, és akkor, hogyha így visszaérkezem, annyi gyűrűvel vagyok, mint amit kiír, 79, és akkor utána mehetek tovább. Ez most jó, ez most nyilván nem számított úgy, mert itt most egyből a boss jött, csak ezt nem mutattam meg úgy a játék során egyszer sem. És akkor ezért akartam, hogy ez egy ilyen taktika, amit így ki lehet használni, hogy a checkpointnál használjuk a bónusz pályát, hogy eltároljuk, tehát ne használjuk ott tovább azokat a gyűrűket, amit Super Sonicra hagyunk. Jó, hát az nem kell, ez a 10-es, ez mondjuk jöhet, menjünk. Habár a... Bár akkor kellett volna összetörni, amikor kezdődik a második pálya. Na nem baj, itt a második pálya, teljesítjük ezt szépen és ügyesen. Azt mondja, vele itt, hogy is van, itt errefele, vagy erre. Ó, nem is kellett volna itt lejönni. Ó, hogy az a, mert itt most le... Ez a játék, ez úgy, ugye... Ez most az én hibám? Egy PS4 Pro-val játszok. Mi van itt? Hát nem hiszem el. Tehát még ha az lenne, hogy valamilyen PC-n van, és akkor a PC-n nem elég erős. Azt mondom, oké, nem elég erős, rendben van. De itt mi volt ez a fejéképernyő? Látod, itt meg jó. Tehát ott meg be lehet menni a víz alá, vagy hogy van ott az. Hát ez nem hiszem el. A Sonic 3 ez... Fú, ahogy el van készítve. De az a baj, hogy... A játékosok, akik most találkoznak először a Sonic 3-mal, azt fogják hinni, hogy ez ilyen volt mindig, vagy ez ilyen, és emiatt nem jó. Ez még leszippantja a gyűrű, mert persze,
Jó van, ez is jött, hát nem hiszem el. Én, nekem a... Jaj, te! Na jó, volt egy ilyen Sonicos jackpotom, na jó. Jó van, 63-ra visszafelpattintottam. Hát mert ügyes voltam, na, tehát maradjunk annyiban, hogy azért kell ahhoz az ügyesség, nem adta úgy ingyen. De azt az Eggman-es elszippantózást, besebzést, azt adták, abból bőven van. Tehát abból nincsen hiány. Na még egy beugra, vagy merre, innen egy túlpattogunk. Akkor innen egy beesést. Nézzünk, aztán 70 gyűrűvel szerintem menjünk tovább. Jó, szerintem mehetünk. És akkor nézzük, hát akkor egyből aktiváljuk, toljuk neki. Habár meg lehet tartani, meg lehet, hogy érdemesebb is megtartani, csak szerintem nem vagyok rá kétes, hogy megtartsam ezt a sok gyűrűt arra, hogy akkor Super Sonic meglegyen a boss fightra. Ó, menjünk. Az a biztos, hogyha végig nyomjuk. Jó, kapaszkodok itt a felsőre. Itt amúgy jobb össze lehet szedni sokat, meg ott van egy alsó olyan rúd is, vagy hogy nevezhetném. Ezzel tovább. Jó, még egy nagy tovább. Ott van a Breki. Hát az amúgy aranyos kis figura. Az a béka amúgy szerintem. Jó, itt az a Among Us fej. Nem olyan? Na, nehogy azt mondnál, hogy nem olyan. Teljesen olyan. Jó. És akkor jöhet a... Várjál csak... Ott pedig... olyan rövidek a pályák a fejembe, közben meg milyen hosszúak, nem? Hát a fejembe akkor rosszul van összerakva. Jó. Így nagyobb ugrás. Itt a kilövés. Fő. Megint kis komám. Nagyon jól néz ki az az ellenfél. Jöhetett volna hamarabb is a játékba nyugodtan. Jó, 100-at megint megszereztünk. És akkor... ez az pont jó. Ups. Csak egy kicsi ugrás kellett volna. Nem sikerült úgy beizzíteni azt az ugrást. Semmi gond. Megyünk akkor egy kicsit lentebb. De attól függetlenül ugyanúgy teljesíthető. Főleg így. Zöld Sonic-kal. Ja. Oké. Egy spindes hadd indítsa. Így bizony. És akkor ezzel nekem nem kell, hogy pörges. Majd én eljutok nyugodtan. Hoppa. Ott nem engedett át eredetileg se. Jó. És innen pedig lefelé. Ütközésig. Mert azt hiszem ott lesz majd. Még egy 100-ast elértem, de nem adott nekünk semmit. Na itt lesz Eggman, itt van a kis járgánya, ide fel tudunk ugorni, aztán pikpak annyi neki. Így né. Úgy, ott vagyok rajta. Na várjál, levezem akkor. Hát már mire levezem a kamerát, már el is tűnt, végeztük is. De hát tudtam olyan gyorsan oda kattintani úgy a felvételt rögzítő programnál. Viszont Super Sonic itt így el van. Megkülsz azt mondja, gyertsük elő, püf! Aztán azt mondja erre Super Sonic, hogy semmit nem mond. Csak úgy megnézi nekünk, hogy elborította magát. Mi meg megyünk tovább szépen. Átvettük Eggman helyét, vagy nem tudom. De azt tudom, hogy akkor a következő helyszínre érkezünk. Le fog járni 55. Hát várjál csak. Lesz ebből még valami, figyeld. 50. Jó, hát akkor... Hiába lesz bónusz, de itt ezt végig kell várni, sajnos vagy nem sajnos. Érkezünk meg a boss harchoz. Még lesz egy 40 másodpercünk, 30 legalább. Pattanj ki. Jó, és akkor itt érkezik azt hiszem jobb szélen föl. Oké. Jó, hát ez így... Még olyan sok idő volt hátra, hogy még akkor ezt az első fázis le is győztük, de még jön a másik. Ami pedig az a megfog és megráz, ez az ilyen kezes bárány. Azaz. Jobbról kezdi azt hiszem. 18. Hát itt csak egyesével tudom sebezni. Úgyhogy, ja, ez biztos, hogy nem Super Sonic-kal lesz befejezve. De itt legalább fel tudok ugorni. Tudok rajta sebezni. Fú. Ott pedig
már lejárt sajnos. Itt ilyenkor sima Sonic-kal nem tudok odáig elérni, sajnos vagy nem sajnos. Ő itt így lejön, aztán ezzel a szuró állapottal itt így megy oda és vissza. Egyszer megáll, és akkor átlagosan pedig elindul. Ott is be lehet vinni egy sebzést, de hát én abban nem vagyok annyira ügyes. Ebbe sem vagyok elég ügyes, látod azt az egy gyűrűmet, legalább tartsuk már meg, hogy azzal végbe tudjam. Én most túl nagyot ugrok, egyszer túl kicsit, amikor felülről jön nem érek el odáig, és amikor csak a szúrós buksiját teszi ki, akkor meg nem tudom őt sebezni. Ilyenkor csak át szoktam ugorni, hát megpróbálhatjuk akkor, ahogy indul, de hát nem jól számítottam ki. Akkor most ő balról indul, egy nagyobb ugrást kellett, akkor most kell a kisebb ugrás, mert alacsonyabban lesz, nem. Azt kell figyelni, hogy milyen magasságban van, és akkor kell kicsit, illetve nagyot támadni ellene. Itt figyeljünk, hova érkezik úgy le. És nem nagyon szoktam tudni kiszámolni, hogy mikor áll meg, de amikor megáll, akkor fog átlagosan indulni. Itt odáig, hát sajnos nem úgy tudtam ugorni, hogy megsebezzem, hanem csak úgy, hogy elkapjon egyébként az a másik támadása, de hogyha elkap, akkor utána egyből ezt a fázisát tolja. Tehát akkor nem így oldalról jön, hanem akkor így ez a lentről fölfelé. És akkor úgy telik az idő, tehát olyankor nem tudjuk a sebzéseket bevinni. Most egy kisebb ugrást kellett tennem, mert ott alul jött. Itt most úgy közepesen jön, akkor így nagyobbat ugortam. És hát azért az idő az ketyeg, arra azért figyelni kell, 10 percen belül teljesítsük. Jó, szóval nem fogom rizikózni azt, hogy amikor itt így elindul fölfelé, akkor én ott úgy megpróbáljam sebezni, azt nem rizikózom, hanem amikor majd itt jön oldalt, mondjuk akkor találom egyszer, aztán jön a másik oldalt, akkor eltalálom még egyszer, és ezzel vége. Az egész helyszín robbanózik tovább, és akkor így ez a platform, ami voltunk, elkezd zuhanni. Esünk lefelé, meg egy nyilván az egész kóceráj, launch base, ott mögöttünk. Az is zuhan lefelé. Úgyhogy valójában ez a Sonic 3-nak a befejezése, csak hát jött hozzá az End Knuckles. Úgyhogy azzal fogjuk folytatni, ahogy a sztori megy. Kíváncsi vagyok, itt valami lezáró animáció, vagy videó, vagy csak ennyi lesz, vagy valami... Jön a Sonic and Knuckles kezdődés? Ja, azt hittem, hogy a zene jön, mert akkor úgy volt úgy a... az eredetűben. Na jó, akkor az volt az a kis animáció, az egy kicsi extra volt, mert akkor volt, hogy úgy beugrott Sonic és Knuckles, és akkor volt a főcím a Sonic and Knuckles-nél. Na jó, hát akkor innen fogjuk folytatni, ez itt a Sonic 3 és Knuckles-nak a folytatása, innen akkor a Mushroom Hill Zone-tól megyünk végig, na de az majd a következő epizódban lesz, találkozunk legközelebb.